ki az, akit közületek otthon beszoktak vonni egy-egy nagyobb családi költésbe, tehát ha valamit kanapét szeretnétek venni, vagy autót, ne adj Isten, vagy egy nagyobb nyaralásra készültök, akkor ki az, akit bevonnak otthon, és megbeszélik vele? Mi a különbség a bruttó és a nettó átlagkereset között? Mit jelent a THM vagy a hozam? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a diákok az idei pénzhéten. 2022-ben már mintegy 1000 iskola, közel 170 ezer diákja csatlakozott a programhoz, amelynek legfontosabb célja a pénzügyi tudatosság erősítése és a vállalkozói kompetenciák fejlesztése. Igen, a pénzhétnek az a célja, hogy a diákok ezen a héten alapvető pénzügyi gazdálkodási és vállalkozói ismeretekkel legyenek felvértezve. Ez azt jelenti, hogy rendhagyó tanórákon kerül bemutatásra ez a tananyag nekik, vagy a saját tanáruk által, vagy pedig meghívott külsős szakértő által. A tananyagokat minden évben előzetesen egyeztetjük, vannak pénzügyi témájú tananyagok és vállalkozói témájú tananyagok, ezeket már a tanárok hetekkel korábban megkapták, letölthették a pénzhét honlapjáról. Az online is elérhető tananyagok a pénziránytű alapítvány szakembereinek segítségével készültek el. Az idei rendezvényen kiemelt figyelmet fordítanak a különböző megtakarítási formák bemutatására. Ezen kívül a cég alapításról és a vállalkozások beindításával kapcsolatos marketing tevékenységről is többet megtudhatnak a fiatalok. A pénzhét a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó kormányzati stratégia része. Emellett a 2030-ig szóló KKV stratégiához is kapcsolódik, mert népszerűsíti a vállalkozói életformát. A fenntartható gazdasági növekedés és a fenntarthatóan erős gazdaság nagyon nehezen elképzelhető egy erős helyi vállalkozói réteggel. Tehát fontosak a nagy cégek, fontosak a hazai, ha úgy tetszik, nagyvállalatok, vagy akár multik, a külföldi multik is, de igazából a fenntartható és erős alapot ezt minden országban a helyi vállalkozók adják, és ebben nekünk nemzetstratégiai érdekünk van, hogy minél több fiatal induljon el a saját vállalkozása útján. Egy OECD felmérés szerint a felnőtt lakosság pénzügyi tervezése rövid és hosszú távú megtakarítási hajlandósága alapján 26 ország közül Magyarország az 5. helyen áll. A kutatások azt mutatják, hogy elméleti ismeretekben jobban otthon vagyunk, viszont amikor az elméleti ismereteket át kell tenni a gyakorlatba, akkor ott gyengébben teljesítünk, tehát ott még a gyakorlati ismereteknél van még hova fejlődni, és hát a tananyagaink is ezt a célt szolgálják, hogy jobban fel legyenek vértezve a fiatalok is ezzel a tudással. A pénzhét nyitó rendezvényen díjazták azokat, akik az elmúlt időszakban kiemelkedően sokat tettek a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében.